Bosnyák Lászlóval beszélgetünk a Szárnyak, Csőrök, Tollak című fotókiállításának megnyitóján a Rácalmási Művelődési Házban. Nem először jársz Rácalmáson. Elmondod, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a mi kisvárosunkkal? Ez egy több évre visszamenő barátságnak a következménye, hogy úgy mondjam. Udvari Péter barátommal egy csapatban motoroztunk sok-sok évvel ezelőtt. Azután ez a motoros csapat széthullott, a barátság viszont megmaradt Udvari Péter barátommal, aki időközben szervezőként részt vett a Rácalmási Tök fesztiválokon és Almavirág fesztiválokon, és egyik évben úgy döntött, hogy elhív engem, mert tudja, hogy szeretek fotózni, és megkért, hogy a fesztivált fotózzam, majd a rákövetkező fesztivált is, az azt következő fesztivált is, és itt a fesztiválokon azt tapasztaltam, hogy a rácalmási emberek között van egy olyan jó kapcsolat, és olyan jó összefogás, és olyan jól működnek ezek a fesztiválok, hogy egyből szimpatikus lett a számomra a város. Majd ezek az emberek, akik a fesztiválokon, mint szervező, de akár a takarítóktól kezdve a színpadmesterig mondhatnék bárkit, olyan szívesen fogadtak engem, hogy rögtön barátságba kerültünk. Majd megismertem a várost is, és egyre jobban tetszik, úgyhogy feltett szándékom, hogy a jövőmet valahol itt Rácalmáson képzelem el. Így hát akkor azt mondhatjuk, hogy egy rácalmásinak, vagy egy leendő rácalmásinak a fotókiállítását köszönhetjük ma. A témája az a természet, a madarak. Hogy kerültél ezzel kapcsolatban a rendezvények pezsgő világának fotózása után? Pontosítanék előtt. Ez úgy kezdődött, hogy én eredetileg turista voltam. A túrázással foglalkoztam, vízitúrázás, gyalogtúrázás és szerelmem az erdő. Én már fiatal koromban is rengeteget járkáltam, mondhatni, hogy hétvégéket sosem töltök otthon, amikor éppen olyan az időjárás, hogy ezt megengedje. Aztán időközben jött a fotózás, amit igyekeztem kitanulni, próbálom fejleszteni magamat folyamatosan, először egy alapszintű iskolába, utána különböző workshopokra, rengeteget olvasok, rengeteget tanulok a fotózásból, és így összekötöttem a két kedvenc szenvedélyemet, a fotózást és a természetjárást. Engem azt se zavar, azt szoktam mondani, hogyha egy hétig kint kell ülnöm az erdőbe, és nem látok semmilyen állatot, én akkor is nagyon jól érzem magam, mert imádom a természetet, imádom a jó levegőt, az erdőket, a tavakat, a hegyeket. Ennyit tudok erről elmondani. Madarak. Miért pont a madarak? Gondolkodtam azon, hogy a kiállítást milyen témaköré kellene fölfűzni, mert tudtam volna hozni vaddisznós képeket, szarvasos, őzes, tájas, aranysakálos, stb. Mondhatnám itt az állatokat szépen sorba, de az egy, úgy gondoltam, hogy túl eklektikus kiállítás lenne, hogy itt egy vaddisznót, egy szarvasot, egy szürkegém, és próbáltam valamilyen témaköré fölfűzni a mai kiállításnak a képeit. És ahogy nézegettem az évekre visszamenő fotóimat, az tűnt föl, hogy valahogy a madarakhoz vonzottam a leginkább, és a madarak életét próbáltam a leginkább elkapni, vagyis hát a pillanataikat. Fotókiállításnak a megnyitóján egy performance kerekedett itt ki. Mesélnél nekünk erről egy picit, hogyan kapcsolódik a fotózáshoz, vagy hogyan kapcsolódik hozzá Tom Lumen? Tom Lumen barátommal szintén itt Rácalmáson kötöttünk személyes barátságot. Előtte én már természetesen őt ismertem, a művészetét, a gitárjátékát ismertem. Nagyon szeretem a fingerstyle gitárt, amikor az ember egy szál gitárral saját maga kiáll egy színpadra, és el tud varázsolni egy óriási közönséget, az számomra egy nagyon szimpatikus dolog. És Tomot egyszer Udvari Péter barátom meghívta egy Rácalmási Tök fesztiválra, ahol szintén fotóztam, és ott végre össze tudtunk ismerkedni. Rögtön szimpatikusak lettünk, egymásnak barátságot kötöttünk,
és azóta is járok Tomnak az előadásaira. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy aki Budapesten jár, Tom a Füvészkertben szokott tartani gitáresteket, ami egy különleges környezetben, csodálatos helyen, csodálatos zenével zajlik, majd este a Füvészkert igazgatója a koncerten résztvevőknek exkluzív sétát tart a Füvészkertben.